Hát a felkérés meglepetésszerű lenniért, de utána megtetszett a dolog, és aztán és úgy beleugrottam, hogy hagyd szóljon. Aztán azért voltak benne extrák, akkor ki kellett találnunk, hogy milyen dal legyen, hogy legyen. Én próbáltam afelé elvinni, hogy minél kevésbé a rockhoz kötődjön, tehát ne Bruce Springsteen-t énekeljek, vagy valami mást. Ezért gondoltam, hogy ilyen nagyon populáris, hogy az a Just Call, és aztán, hogy mondjam, még egy kicsit el tudjam vinni még jobban, ezért aztán a Alessandro Safinának ezt a opera felé hajló dalát énekeltem el. Hát gondolod, valami nézel ki, de alig látsz ki, ez a súly rajta, az egész ennek súlya van, a több réteg ruha, amikor egy pólóban elég lett volna lenni. És hát elmondok egy vicces részét a dolognak, hogy mondjuk Anita ott nézegette, és éreztem, hogy abban azért azt már nem tudom eljátszani, hogy nő vagyok, mert nem tudom, hogy árultam el nektek, de hát így aránylag gyorsan lebuktam, mert én bizony megmondom őszintén, nem vettem a hasonnadrágot a nadrág alá. De hát aztán az opera után meg nem is hiszem, hogy lehetett volna azt játszani, hogy most ezt hátra egy lány énekelte el, vagy egy nő. Kalóz voltam. Igen. De aztán, hogy tisztulnak a dolgok, már egyre kevesebbet kalózkodok, tehát élem az én Isten adta lehetőséggel teli életemet, ami van, ebből a körülményekkel is, ami most van éppen. Mondjuk én meg is éltem ezt a vírusrákendrólt. Amikor bekerültem kórházba, akkor második, harmadiknak volt egy holdpont. Ott volt egy holdpont, hiszen ez egy nagyon, nagyon gyalázatos dolog. Nagyon legyengültem, lefogytam 2 hetet 8 kilót, csak a WC-re jártam, és nem ettem semmit, nem tudtam a végén, mert vizet sem tudtam inni, és úgy kerültem kórházba. Ott aztán meg még keményen működ találkozol ebből, hogy ebből, hogy mi sokan vagyunk ott, nem csak én, sokan, akiknek ezt át kell élni. És volt 2 nap, amikor tényleg annyi fájdalom volt, meg annyi szorongás és félelem volt az emberbe, hogy úgy elég volt. Tehát inkább megyek, elég legyen vége, csak legyen vége valahogy. Ez pedig az én életemben nem volt ilyen soha. De a feleségem nem engedett, tehát azt mondta, hogy fogom a kezel, és nem mehet sehova sem. És aztán együtt megoldottuk, és utána a 4.-5. nap már újra én voltam én, és akkor ott én is mindent beleadtam. És az rögtön megváltoztatta a dolgokat. Plusz nekem az a dokiaim is javasolgatták a szívem miatt, hogy jó lenne egyszer egy fél évet, ha megállnék egy picikét. Így 47 év után lassan. Tehát egy picit, csak egy fél évre, azt utána mehetek tovább. Így az idő megoldotta, hogy a kényszer szanatórium megvolt otthon. Hát de tényleg az volt. És aztán a második része, ez a fájdalmasabb része, lényegesen fájdalmasabb része pedig pont nem tanulságokhoz szült, hanem elutasítást. Tehát elfogadtam, hogy van a dolog, próbáltam megérteni. Én mindig nevettem azon, amikor azt mondták, hogy körülöttem, hogy majd mosolyogtam, inkább nem tudtam nevetni, meg most mondom, hogy legyőzte a vírus, dehogy győzöl le, semmit se győzöl le. Megérted, hogy jött ez a dolog, elfogadással vagy, és minden erőddel, lelki fizikai erőddel megpróbálod megúszni. Legyőzöd, dehogy győzöl, semmit se győzöl le. És ezek a dolgok munkálkodtak ott bennem, amíg miközben megpróbáltam összeszedni magam is gyógyulni, de én ezt a vírust nem szeretem. Ez a vírus, az nekem semmi közöm nincs, és ezt a vírust én szeretném elfelejteni. És nagyon szeretném, hogyha visszatérhetnénk a saját életünkbe, mert nekem 47 éve nem volt olyan, hogy április közepén vagy május 1-én ne induljak el zenélni, játszani, boldogságot adni és boldogságot kapni. Úgyhogy remélem, hogy ezt a korosztály nincs ennyire nagy bajban, bár az is lehet simán, de Fecó halála nagyon, nagyon közeli. Közelibb, mint ahogy gondolják, hiszen ebben a szakmában, hogy Ferenc Kari is nyilatkozott a Retor Rádióban, itt is most, hogy Attilával beszélgetünk, meg a Szefivel is, hogy mi ebben a szakmában nem tudunk összejárogatni, mert zenélünk, amikor eljön az őszak, örülünk annak, hogy a családtagjainkkal vagyunk, meg létezünk, meg regenerálódunk, tehát de mégis Fecóval volt egy közös lelkiség, láthatatlan lelkiség, vagy valós inkább, ami a rockzene, ami az, annak a csodálata, ahogy minket 80-valahány vagy 70-valahányban elért ez a lehetőség, hogy ezt csak felismertük azt, hogy
ja, ez a rock zene, és ezt mi lehet, hogy tudjuk is, és akkor ebből elkezdtünk élni, és ebbe élni, beleélni, és ez lett az életünk, és aztán ez a ő tiszteletére vettem fel ma is ezt a bőrcseki 76-ban vettem az Ecseri piacon, 1976-ban. És aztán elkezdtünk egymásra hasonlítani, és bőrnadrág, bőrcseki, bőrcsizma, váligérőhaj, és valahogy egyfelé szólaltak meg a dalaink. És ez nagyon nagy családos életformával alakult, úgyhogy nekem ő így marad meg bennem, és remélem, hogy hát aztán még itt eldilizünk egy kicsit, és odált úgy is találkozunk. Hát a létezés egyetlen igazsága az, hogy mindenkinek menni kell. Egyszer mindenkinek menni kell.